A Párbeszéd Magyarországért pártja 18. kerületben is bemutatkozott. Az LMP-ből kivált formáció több mint 100 taggal indult. Ők azok, akik úgy gondolták, hogy a 2014-es választásokat csak más ellenzéki erőkkel együttműködve lehet megnyerni. Az új párt megtartja a zöldpárti célkitűzéseket és azokat az alapelveket, amelyek mentén az LMP megalakult. Olyan zöld baloldali erőt szeretnénk létrehozni, amelyik hatékonyan tud valóban a szegénység és a fenntarthatóság, a szegénység felszámolása és a fenntarthatóság érdekében küzdeni, és ezért egy új pártot kellett létrehozni. Hogyha egyszer sikerült már az LMP-t gyakorlatilag egy-másfél év alatt beütetni a parlamentbe, akkor én nem tartom lehetetlenek azt, hogy azzal a tapasztalattal, azzal a hálózattal, azzal a tudással, amit az elmúlt időszakban felhalmoztunk, most ez újra sikerüljön. Párbeszédre minden politikai erővel készek vagyunk, tette hozzá a képviselő. A párt bízik abban, hogy azok a választók, akik nem látják képviseletüket az LMP-ben, az új formációt támogatják majd. Terveik szerint országos hálózattal rendelkező pártot építenek ki, ami más ellenzéki erőkkel együttműködve bekerül a parlamentbe. Szeretjük vagy nem szeretjük, egy ilyen rendszerben valamiféle ellenzéki együttműködés nélkül képtelenség lesz leváltani az Orbán kormányt. Hogyha a mostani támogatottsági adatokat rávetítjük erre a választási rendszerre, akkor az egyrészt senkinek nem hozna jelenleg kormányképes többséget, de a választás a Fidesz nyerné meg. A képviselő hozzátette, az együttműködés nem azt jelenti, hogy örökre összebilincselik magukat más pártokkal, a közös cél az Orbán kormány leváltása. Egy esetleges győzelem után megvizsgálják, van-e olyan közös cél politikai programjaikban, ami az együttes munkát lehetővé teszi. Aki nem érti meg az együttműködés szükségességét, álmodozhat, de ennek a politikához semmi köze, hangsúlyozta Jávor Benedek.